Az impozáns környezetnek, a jó társaságnak és a változatos programoknak tudható be az, hogy évről évre nő a népszerűsége a ludasi tábornak. Naponta több mint 100 gyerek vesz részt a foglalkozások valamelyikén. Másodszorra vagyok itt, és bőrből csinálunk vagy karkötőt, vagy kulcstartót. A kézműves saroktól nem messze különféle rovarok és bogarak után kutatnak a fiatalok. Találtam egy ilyen tücsköt vagy sáskát, aki most elmenekült. Hát valamilyen bordó vagy barna színű, és mindig elszakik. Az idén 22. alkalommal megszervezett táborba a 6 és 14 éves kor közötti gyerekeket várják 9 és 18 óra között. Biztosítva van számukra a reggeli, az uzsonna és az ebéd. Csatlakozni bármikor lehet a táborozókhoz. És hogy mit vigyen magával a gyerkőc? Tehát ugye elsősorban hozzon sapkát a fejére, mert meleg van, nagyon süt a nap. Váltásruhát, mert itt megtörténhet, hogy lelocsolja, leeszi, ugye ennyi gyereknél minden megtörténik, hozzon magával egy váltáslábbelit, tehát hogyha tornacipőben jön, akkor a papucsot hozzon, ha papucsban, akkor tornacipőt hozzon, ezen kívül hozzon fürdőruhát és törölközőt, ugyanis van egy medencénk itt az udvaron felállítva, és hogyha majd nagyon meleg lesz délután, akkor lesz csobbanás is. A ludasi tábor létrejöttét Szabadka város önkormányzata, a tartományi illetékes titkárság, valamint a magyar kormány támogatta.